Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A mi segedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Önálló énekül, kedves testvérek, a 154. dicséretet énekeljük. A 154. dicséret így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezzén körül. Bocsánat, Úr Jézus, mert igen drága a te igédnek világa. Használata nem kötelező. Én senkit nem fogok rábeszélni rá, hogy szeretné, akkor levegye, de aki úgy gondolja, az nyugodtan tegye le. Én bízom benne, hogy ez hosszú távon így maradhat. És akkor énekeljük a 272. dicséretünknek az első 4 verszakát, mely így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen. Mi
irgalmasság és békesség adassék minékünk bőségesen. Istennek, a mi atyánknak és az ő fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretére. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, ószövetségi ige szakaszt fogok olvasni a Prédikátor könyvének a harmadik fejezetéből az első 15 verset, amit kérem, hogy a gyülekezet helyét elfoglalva hallgasson figyelemmel. Tehát a Prédikátor könyvének a harmadik fejezetéből az első 15 verset olvasom. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, megvan ideje a meghalásnak, megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak, megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökké valóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja fölfogni Isten alkotásait elejétől a végéig, amelyeket alkotott. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt. És az Isten előkeríti azt, ami tova tűnt. A mindenható áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe befogadását, megtartását. Fönnállva imádkozzunk. Urunk, a te igéd arról beszél, amit az Úr Jézus így fogalmaz meg a tanítványoknak, hogy időkről és alkalmakról az Isten rendelkezett. És a Szentírás, annak a bölcselete arról beszél, hogy ez így van jó. Így van jól, hogy az Isten önmagának tartott meg bizonyos dolgokat. És kétségtelen tény, Urunk, hogy mi emberek szinte mindent, nem csak a látókörünkbe kívánunk venni, de birtokolni is kívánjuk azt, hova tovább az életben, szinte kivétel nélkül, minden és mindenki fölött rendelkezni kívánunk. És ez nem csak ennek a világnak a szintjén történik így, Urunk, hanem még veled kapcsolatban is. A Szentírás arra tanít meg bennünket, hogy az Isten bizonyos dolgokat saját hatalmába helyezett, és ezek fölött ő rendelkezik. Adj nekünk a hallott ige alapján isteni félelmet, hitet,
hogy elfogadjuk és megértsük, hogy belássuk, és ne csak a szánk énekelje, hanem a szívünk is vízhangozza, hogy mind jó, amit Isten tészen, akkor és úgy, ahogy ő gondolja. És adj nekünk hitet, Urunk, hogy és engedelmességet, hogy ezt el tudjuk fogadni. Azért vagyunk itt, Urunk, a Te házadban, hogy a Te igéd világossága ránk ragyogjon. Ránk, akik sokszor a homályban járunk. Akik olykor ámítják magukat, hogy látják tisztán és világosan az utat, amelyen járni kell, aztán az élet keserű, fájdalmas tapasztalása az, hogy nem egyszer kerülünk zsákutcába, és járjuk az életünkben a varga betűket. De talán ez is a bibliai bölcsességből következik, ez is a hasznunkra lehet. Akkor, ha bízunk benned, ha építünk rád. Add a Te szent lelkedet, Urunk, azért, hogy a Te igéd mellett ezen az Isten tiszteleten, ami hitünk erősödjön, a hozzád való tartozás. És ennek a bibliai bölcsességnek add, Urunk, hogy alá tudjuk helyezni magunkat. Segíts bennünket, hogy az igét a lélek erejéből, amennyire csak tőlünk telik, megértsük, befogadjuk, a szívünkbe zárjuk, és aszerint éljünk. Köszönjük, hogy itt állhatunk, tekints le ránk, és szólj hozzánk, kérünk. Amen. A 111. Zsoltár utolsó versében készüljünk az ige hallgatására. A 111. Zsoltárnak az utolsó verse így kezdődik: Szent és dicső az ő neve. Szólni. Tehát a Prédikátor könyvének a 3. fejezetéből a 14. verset olvasom ismét. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Eddig Isten írott igéje. Kedves gyülekezet, ha nagyon aktuális és egy kicsit könnyed vagyok, és azért persze megmaradok némileg az Isten igéje mellett, akkor azzal a hangsúllyal kezdem, ami részint itt van a Szentírásban, hogy mindennek rendelt ideje van a nap alatt. A folytatás az, amit nagyon nagy valószínűség szerint tegnap délutántól kezdve egészen a mai napig több millió magyar érez, hogy tudnék rendelt ideje van, hogy hosszú és göröngyös utakon, amelyeken a magyar labdarúgó válogatott jár, egyszer eljussunk odáig, hogy bár nem győztük le a világbajnokot, de legalább nem kaptunk ki tőle. Rendelt idő, hogy tudnék vannak mélységek, vannak küzdelmes időszakok, vannak veszteségek. Van úgy, amikor a dolgokat úgy éljük meg, hogy széthordják, és semmi nem akar sikerülni. De a bölcselet arról beszél,
hogy a dolgok változhatnak, és változnak is. És a ború után jön a derű. Az persze mindig viszonylagos, hogy ez a derű, és ez a jókedv, ez a hangulat, ez meddig tart. Ez sok minden által befolyásolt dolog. Az azonban kétségtelen tény, hogy ennek a világnak és benne az emberi életnek megvan a maga hullámzása. És azok az ellenpontok, amiket itt a felolvasott ige szakasznak az elején hallottunk, költői módon, nagyon kifejező módon, ezt kívánja visszaadni. Ha valaki otthon a bibliaolvasó kalauz szerint olvasni fogjuk ezt az igét rövidesen, elolvassa még egyszer, akkor látja, hogy nagyon tudatos a szerkesztés. 7x2 ellentét párban szeretné a Szentíró elmondani az egyik legfontosabb hangsúlyt, amire én is igyekeztem már az imádságban kitérni, hogy tudnék, ez a bizonyos rendelt idő, ez az Isten kezében van. És hogy pontosan ezek mikor változnak, és hogyan jönnek az ember életében, bár nem egyszer megpróbáljuk befolyásolni, de azért leginkább rajtunk kívülálló tényezőkön múlik. Az emberi életnek egy nagyon általános dolgát fogalmazza meg a Szentíró. Akkor, amikor arról beszél, hogy az ellenpontozások között élünk, amelynek lehet az a következménye, hogyha az életben tényleg úgy van, hogy egyszer fent, egyszer lent, egyszer házat építek, aztán a házat majd lebontják, egyszer szeretek, máskor meg gyűlölök, egyszer egészség, másszor betegség, egyszer élet meg halál, és lehetne mondani ezeket a költői ellentét párokat egymás után, hát akkor mi értelme az egésznek? Akkor mi értelme küszködni? Mi értelme fáradni? Akkor, hogyha a dolgok bizonyos értelemben, mintha mechanikusan, egyfajta sorsszerűségben, még tovább élezem a dolgot, szinte végzett szerűségben, újból és újból visszatérnének. El kell fogadni azt, hogy így van jó. Ezt mérte ránk, van, aki azt mondja, hogy a sors, mások azt mondják, hogy ez az Isten akarata, és akkor ezt el kell fogadni, és ebbe bele kell törődni. Hát bizonyára vannak közöttünk is, akik azt mondják, hogy igen. Jobb így tenni. Nagyon nagy valószínűség szerint az ószövetségi teológia azt mondja, a Krisztus előtti 3. században íródhatott ez a bibliai remek mű, amit a Prédikátor könyvének nevezünk. Akkor, amikor a hellenizmus már elárasztotta a földközi tenger keleti medencéjét, így Izraelt is elérték, a görög gondolkodásnak a hatásai. Többek között a korabeli egyik filozófiai iskola, tudnélik a sztoa. A sztoikusok azok, akik azt mondják, hogy az életben kikerülhetetlenül jönnek dolgok. És az a legjobb, hogyha ezt apátiával, egyfajta tudatossággal, egyfajta erénnyel fogadjuk el. És akkor talán meg tudunk állni szikla szilárdan az élet legkülönfélébb kihívásai közepette. Valószínű, hogy hatott a héber szentíróra is ez a fajta gondolkodás, de azért teljes egészében nem került ennek a hatása alá. Mert a felolvasott ige szakasz második felében ő arról beszél, hogy azért ez nem egészen biztos, hogy így van. Hogy tudnék, a sorsszerűség az mindent leural az életünkben. Mert akkor valóban értelmetlen dolog minden küzdelem és minden fáradtság.
mert rajtunk függetlenül is majd történnek a dolgok. A Szentíró, hogyha figyelmesen olvassuk ezt a szakaszt, meg ezt az egész bibliai könyvet, azért ezzel a mentalitással és gondolkodásmóddal szemben áll. Mert tud valakiről, akikről a görög filozófusok legfeljebb elvi szinten tudtak, de nem úgy, mint megtapasztalható, átélhető valóságról, nevezetesen az Istenről. A prédikátor valóban arról beszél, hogy bizonyos dolgokat az Isten a maga hatalmába vont, és azt nem fogja kiadni, akárhogy is erőlködünk mi emberek. De az Istent lehet félni, az Istenre oda lehet figyelni, az Istenhez lehet imádkozni. A prédikátor valószínűleg betéve tudta az Ószövetség könyveit azt is, hogy az Úristent talán még befolyásolni is lehet. Mert az Isten nem egy érzéketlen valaki, mint ahogy a görögök gondolták a saját isteneiket, apatikusak a világ szenvedésével és bajával. Épp ellenkezőleg a Biblia istene egy érző, hova tovább, velünk érző, szimpatizáló, olykor velünk szenvedő Isten. Istenre mutat. Az élet hullámzásai és kihívásai közepette a Szentíró. És a mondani valónak most már a konkrétabb részéhez érve, mi az, amit elmond nekünk, a mi Urunk Istenünkről? Azt mondja, hogy a folyamatos bajlódás és töprengés, és mindaz, ami benne van az ember életében, ez az Istentől van. Az Isten tud arról, hogy mi történik ebben a világban, és hogy mi történik az emberrel. Hadd emlékeztessek az első bűneset történetére, ott az ember nem akar tudni az Istenről, maga szeretne élni és boldogulni a kísértőnek a hangjára építve. Ennek meg lesz a következménye. Többek között az, hogy az Úristen elbocsátja az első ember párt az úgynevezett Édenből. De aki tovább olvassa a Bibliát, az tudja, hogy az Isten velük marad. Lehet, hogy már nem olyan közvetlen a kapcsolat, de mégis, ahogy Ady Endre megfogalmazza, az Isten az ő szemét sokszor rajtam felejti. Rajtunk felejti. Nem arról van szó, hogy ami ebben a világban történik, minden az Isten akaratából van. Ebben a világban a legtöbb dolog az ember akaratából van. De az Isten mindenről tud többek között az életünknek a megpróbáltatásairól is. Nem minden mechanikusan történik. Mert ahogy az előbb már mondtam, lehet kérni. Szüntelenül kérjetek, mondja Pál apostol. A hegyi beszédben pedig Jézus azt mondja, hogy kérjetek és adatik, zörgessetek és megnyittatik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy igazából mire van szükségetek. Ami nagyon lényeges és fontos dolog, és itt üt engem szíven, vagy itt talál meg a prédikátornak a mondata, hogy minden a maga idejében, tudnélik, az Isten idejében. Nem a mi idői gondolkodásunkban, ha leegyszerűsítem a dolgot, mi az idő fogságában élünk. Az időnek a rabjai vagyunk, de megfordítva ez nincs így. Az Isten szuverén Úr, és Isten a maga idejében ad meg nekünk dolgokat. Miért talál szíven ez a mondat engem? Mert alapvetően azt gondolom, ez nem egy nagy vallomás, akik jobban ismernek, azok tudják, hogy türelmetlen ember vagyok. És sokszor sietettünk dolgokat,
És véletlenül mások is így vannak. És az életben bizony nagyon sokszor előfordul, hogy nem egészen értjük, hogy pont most ez miért történik velünk, és miért nem másképp. Az Isten félelem, a neki való engedelmesség, annak a belátása és elfogadása, hogy akkor és úgy, ahogy az Isten gondolja. Még magamról annyit, hogy visszatekintve a lassan csak nem 6 évtizedre, persze hívő ember vagyok, azt mondom, hogy a dolgok akkor is úgy történtek, ahogy az Isten gondolta. Ez nem szükségszerűen egyezett az én akkori véleményemmel és lelki állapotommal, de legyen hála ő neki, hogy az én életem is, mint ahogy reménység szerint mindnyájan ezt valljuk, az életünk és annak a történései az ő kezében vannak. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mi miért próbálunk beresűríteni olyan dolgokat az emberi életbe, amelyek igazából a lelkünk mélyén talán tudjuk, hogy pótcselekvések. Amelyek lényegileg nem visznek előre, és nem az Isten akaratából vannak. Az életünknek az első felében én azt gondolom, hogy sok mindent szeretnénk elérni, és akkor valóban, minthogyha az időnek a sürgetése, az mindent meghatározna. De talán egyfajta érettség az életben, meg legfőképpen a Szentírás segít megérteni azt, hogy az életnek, az időnek, és legfőképpen nekünk is vannak határai. És az életünknek vannak keretei. És adja Isten, hogy azt tudjuk elfogadni, hogy amit ő ad, az a jó. Nagy és kis dolgok, mondja a Szentíró, Istentől jönnek. Az életben nagyon sokszor a nagy dolgokat várjuk, és lehet, hogy eltelik csak nem az egész év, és még úgy érezzük az egész élet, hogy a nagy dolgok még nem történtek meg velünk, ahelyett, hogy hálát adnánk minden napért. Akik már megjárták, ezt most idézőjelben mondom, a hadak útját, akik már megjöttek a halál árnyékának a völgyéből, azok tudják, hogy miről beszélek. Arról, hogy minden nap elmondhatjuk, hogy hála Isten, hogy élünk. Meg minden este Arany Jánossal, hogy hála Istennek, hogy megint este van. Hála azért, hogy elvégezhettem azt, ami arra a napra rendeltetett, mert adott hozzá elég erőt, elég tehetséget. A prédikátor bölcsessége lehet, hogy ilyen egyszerű, de amikor a háládatosságra tanít, hogy tudnilik mindenért tudjunk az Istennek hálát adni, akkor egy alapvető hitbeli hangsúlyt fogalmaz meg. És még egy valami, amit elméletileg tudunk, csak olykor elfelejtünk. A Szentíró azt is megfogalmazza, hogy amit az Isten tesz, az mindörökre megmarad. Szemben azzal, amit mi produktunkként leteszünk az asztalra. Gyakran idézem, mert nagyon szép Kós Károlynak egy mondata, így fogalmaz, a lábunk nyomát gyorsan benövi a fű. A lábunk nyomát gyorsan benövi a fű. Ez így van. Ez egy kétségtelen tény. Amit azonban az Isten tesz, és ezt szeretném hangsúlyozni az életünkben, amikor a legnagyobb ajándékot adja, amiről a prédikátor beszél, az Isten félelmet, a hitet, az megmarad. Az adja meg nekünk azt a kaput, ami átvezet abba az örökké valóságba, abba az idői térbe, amit az Isten az övéinek készített. És akkor még arról hadd beszéljek, kicsit talán már rövidebben, hogy milyen etikai következményei lehetnek mindabból, amiről eddig beszéltem, amit tudhatunk Istenről. Ami talán evidensnek tűnik, hogy az életben adódnak lehetőségek és korlátok egyaránt. És lehet, hogy mi az életünkben maximalizálni szeretnénk a lehetőséget, vagy a lehetőségeket, és azokból mindent szeretnénk kihozni az élet legkülönfélébb területén,
Ne gondoljuk azt, hogy ezt meg lehet valósítani. Mert nem csak lehetőségek vannak, hanem korlátok is. És az Úristen arra szeretne bennünket tanítani, mert ez ad a szívnek egyfajta békességet. Hogy dolgokat el tudjunk fogadni, örömmel és hálaadással, és bizonyos dolgokat el tudjunk engedni. De talán még ezt is kimerem mondani, hogy adott esetben embereket is. Akik egyébként a szívünkhöz közel álltak, Istentől kaptuk, és legyen dicsőség neki, hogy kísérhettek bennünket egy darabig. De tőle való lehet az is, hogy elengedjük őket. Hitünk szerint nem a semmibe, hanem ahhoz, aki mindent, a sorsunkat és az életünket is a kezében tartja. A világban visszatérő események lehet, hogy olykor a kedvünket szegik. És nekem is vannak ilyen keserű érzéseim és gondolataim, szeretett testvéreim, amikor azt látom, ennek a világnak a jelenségeiben, sokszor ebben az országban, de ami számomra talán a legfontosabb, az egyházban és konkrétan ebben a gyülekezetben is, hogy bizonyos dolgok, motívumok, jelenségek, ezek visszatérőszerűen újból és újból megjelennek. És amikor az ember úgy gondolná egy lelkipásztor, hogy ez már mögöttünk van, akkor nem kiderül, hogy ezek a problémák, amik egy közösséget jellemeznek, ezek újból és újból visszatérnek. Ezt olykor nem könnyű elhordozni és elviselni. Magamról beszélek. De, ahogy az apostol mondta, hallottuk az Isten tisztelet elején, szüntelenül imádkozzunk. Mert az Isten nem ellenünk, hanem az Isten velünk. Az Isten értünk van. És az Isten azt szeretné, hogy az övéi valóban bizalommal forduljanak hozzá, úgy, mint ahogy a gyermek az édes apjához. És az imádságban adja a mi Urunk, hogy a mi hitünk az erősödjön. Mégpedig abban a vonatkozásban, hogy amit ő szeretne és amit gondol, azt nem csak a mi életünkben, nem csak az én életemben végzi el, de másoknak az életében is. Ami egy nagyon lényeges és fontos dolog, és szinte már ki is mondtam, a 31. Zsoltárnak a 16. versében találjuk ezt a mondatot. A Károlyi fordítás szerint így hangzik, hogy életem ideje a kezedben van. Az új fordítás így adja vissza, sorsom a kezedben van. Ez az alapvető biztonság. Az Istenhez való tartozás. Ebben a világban minden mulandó. Amit nekünk talán a legnehezebb elfogadni, hogy persze az életünk is, meg a kapcsolataink, amelyek egyébként a legtöbbet jelentik, azok is mulandóak emberi szinten. De az a kapcsolat, ami bennünket hozzáköt. Mert ő az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban életre, halálra szólóan hozzánk kötődött, az soha el nem múlik. Az túlmutat a mindennapok küzdelmein, problémáin, túlmutat élet és halál nagy kérdésein. És ebből fakadóan, mert az életem alapvetően az Istenhez kötődik, ezért lehet örülni, és lehet jót tenni. Istenfélő embereknek ez a küldetés és ez a megbízatás adatik. Hallani fogjuk az áldásban, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Írja Pál apostol egykor a Filippi belieknek. Lehet örülni az élet apróbb és nagyobb dolgaiban, és lehet jót tenni. Szüntelenül. Szintén Páli a figyelmeztetés. Cselekedjünk jót. Míg időnk van,
kiváltképp a mi hitünknek cselédeivel. Erre van megbízatásunk, erre van küldetésünk. Adjon Isten elég hitet és elég bizodalmat ő benne, hogy ennek a jónak a cselekvésében, megélésében buzgolkodjunk, ne szűnjünk meg. Legyen ez egy nagyon egyszerű és szimpla misszió, hogy tudnék az Isten félelemben élők, a Krisztus követői jót tudnak tenni egy sok szempontból rossz akaratú, irigy, önző, erőszakos és millió negatív jelzőt mondhatnék, hogy milyen ez a világ, amely közben várja az Isten fiainak a megjelenését. Akik tudják, hogy minden ajándék, és minden ajándék az Istentől van. Minden tökéletes ajándék őtőle szállt le, az ő fiában nekünk adatot, hogy éljünk vele, és hogy ezt a jót ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk át mindazoknak, akik itt élnek körülöttünk. Hadd olvassam még egyszer azt, egy kicsit kibővítve, amivel kezdődött az Isten tisztelet. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus általati javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent megvizsgáljatok, a jót megtartsátok, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az elhangzottakra, és a 269. dicséretnek énekeljük az első három versét, az ének így kezdődik. Istenre bízom magamat.
imádkozzunk. Legyen áldott a Te neved, Urunk, azért az igéért, amit hallhattunk, és azért is, amit ebből megérthettünk. Legfőképpen az, hogy nem valamiféle rezignált elfogadást vársz tőlünk az élet fordulataiban, hanem alapvetően Isten félelmet, hitet és bizonyosságot, hogy tudnék, akármi is történik, akármi is jön, akkor is a Te kezedben, a Te kegyelmedben és irgalmadban vagyunk. És ebből az erőből bennünket senki és semmi el nem szakíthat. És köszönjük, Urunk, hogy bizonyos dolgokat Te valóban megtartottál magadnak, és ez a lelkünk mélyén tudjuk, hogy ez jól van így. Add viszont, Urunk, hogy azt, amit ránk bíztál, amire nekünk adtál felelősséget, azt el tudjuk látni, azt be tudjuk tölteni. Konkrétan azt, hogy cselekedjünk jót, hogy éljük meg a hitet. Nem csak vasárnap 10-től 11-ig, hanem hétfőtől szombattal bezárólag életünk minden idejében. Adulunk, hogy tudjunk örülni az életnek, és mindazoknak az ajándékoknak, amelyben részeltetsz bennünket. És köszönjük, hogy arra is bátorítást kaptunk, hogy a nehezekben és a próbákban hozzád fordulhatunk, kérhetünk, mert Te meghallgatsz bennünket. Urunk, mindaz a jó, amit Te teszel velünk, és ehhez valóban nem kell semmit hozzátenni, és ebből nem kell semmit elvenni. Köszönjük azt a bíztatást, amivel elbocsátasz bennünket, és kéred, hogy hozzád hűek maradjunk, úgy, hogy aszerint éljünk, ahogy eléd adod a Te igédben. Így áld meg bennünket a ránk következendő héten, így adj nekünk erőt a mindennapokhoz, így adj nekünk derült, belső békességet és készséget a jó cselekvésére. Jézusért, ami megváltónkért, aki minket így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, a ti szerint lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, az Isten tiszteleti rendet hirdetem, délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet, szerdán, ugyancsak 5 órakor gyülekezeti bibliaórát, és mához egy hétre a szokott időpontokban vasárnapi Isten tiszteleteket. Ma délutántól a feleségemmel egy hétre szabadságra utazunk, ezért helyettesíteni fognak. Délután Nagy Marianna, Garai lelkipásztor tartja az Isten tiszteletet, szerdán pedig Pap Szilvia a bibliaórát. Bár a jövő vasárnap már jó reménység szerint itthon leszek, de vasárnap Szabó Gábor, kecskeméti nyugdíjas lelkipásztor, korábbi esperes fogja a délelőtti Isten tiszteleten Isten ígéjét hirdetni. Ajánlom az én szolgatársaimat a gyülekezet szeretetébe. Kedves testvérek, szeretnék köszönetet mondani azért a száraz élelmiszer gyűjtésért, amiben a gyülekezet tagjai a szószoros értelmében valóban buzgolkodtak a mögöttünk levő hetekben. Karai Dóra presbiter asszony összeállította nekem a listát, amit nem fogok felolvasni, csak úgy nagy vonalakban tételeket, lisztből 95 kg, kristálycukorból 76 kg, rizsből 28 kg, dobozos rizsből 54 darab, száraz tészta 191 darab,
Szárazba blencsel 47 csomag zöldség, gyümölcskonzerv 24 darab, ételkonzerv 32, majonéz, paprikakén, krém 23, fokrém, és még millió dolog. Az a helyzet, hogy én nem tudom forintosítani, persze lehet, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem is kell átváltani készpénzre. Mindazoknak a szándékát, készségét, odaadását köszönöm, akik ebben részt vettek. Mindig elmondom meggyőződéssel, hogy olyan helyre kerülnek, ahol valóban a szükségen enyhítenek. Legyen dicsőség Istennek, hogy ebben a szolgálatban helyt állhattunk. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy az erre az évre tervezett felújítási munkálatainknak egy fontos része ismét elkészült és befejeződött. A templom udvar felől lévő fala, a parókiának a homlokzat, az udvarra néző fala, illetve a gyülekezeti háznak a hátsó falának a befestése, illetve a nyilázároknak a mázolása megtörtént. Ezért kifizettünk 710 ezer forintot. Tetszenek emlékezni, mondtam, hogy ebben az évben 5,9 millió forint külső támogatást kaptunk. Ennek a kontójára, számlájára történt ez a felújítás. Valamikor a nyár folyamán majd hirdetni fogom, a templom belső festése is megtörténik, és akkor egy vasárnap át fogunk költözni az evangélikus testvérekhez, de erről majd időben szeretnék szólni. És akkor ismét hadd mondjam el, hogy a nyári táborokkal kapcsolatban milyen lehetőségek állnak előttünk. A felső tagozatosok számára Pap Szilvia lelkipásztor asszonnyal, a hajósi kalocsai Dunaszentbenedeki gyülekezettel közösen szeliden lesz tábor június 27-től vasárnaptól július 2-áig péntekig. A második tábor 14 éves kor feletti ifjaknak, Füzesi Nóra hitoktatóval, presbiterasszonnyal, a Csillagpont Református Ifjúsági Fesztiválonra lehet menni július 27-e kedd és 31-e szombat között. És a harmadik, az alsó tagozatos korosztálynak református gyermekét elnevezésű napközis tábor lesz Baján augusztus 23-án hétfőtől kezdődően 27-éig péntekig. Ezeket az alkalmakat nagy szeretettel hirdetem és ajánlom a testvérek szíves figyelmébe. Az áróének előtt azt kérem, hogy a jelenlévő presbiterek egy néhány percre legyenek szívesek, maradjanak itt. Egy kicsit nyári üzemmódba kapcsoltunk, ezt persze idézőjelben mondom. Egy héttel ezelőtt még tele volt a templom, most fele annyian vagyunk. Azért én bíztatom a testvéreket, szabadság és a többi, de jöjjünk az Isten házába. Én bízom benne, hogy az Isten igéje üresen nem tér vissza, hanem az életünkben nyáron is megtermi a maga gyümölcseit. Az áróénekünk a 265. dicséret végig énekeljük, hagyjad az Úristenre te minden utadat. Thank you.
Mi van?